Irodai székkel veretjük az utcán, nagy darab szőrös férfiak egymáson csúszkálnak, eltörjük egymás lábát, mert tök nagy poén, és rohangálunk seprűvel a lábunk között, miközben labdákat dobálunk. Maradjatok velem, mert ez itt a furcsa sportok, tehát a FUSP első része. Ha valaki azt mondja neked, hogy van egy sport, amit a Forma 1 és a Lemani 24 órás inspirált, akkor elég komoly dolog jut eszedbe. De ha ezt mondjuk egy japán mondja, akkor lehet, hogy elgondolkozol, hogy itt valami furcsa dolog vár rád. És igazad is lenne, hiszen ez nem más, mint az irodai gurulószék verseny, vagyis az Isu 1. Az Isu, japánul, szék és egy, meg a Forma 1. 2009-ben találta ki ez a japán fazon Chuyoshi Tahara és az első versenyt Kiotóban tartották, szintén 2009-ben hagyományos irodai széket kell hozni, tilos mindenféle tuning vagy extra. Ezzel a csúcs szuperjárgánya pedig három fős csapatok versenyeznek körbe-körbe két órán keresztül, és igen, a versenyzők időközben néha cserélnek. Egy pálya általában olyan 200 méter hosszú, és az a csapat nyer, aki két óra alatt a legtöbb kört tudja megtenni. A legnépszerűbb taktika az, hogy hátrafele lökik magukat, viszont így számolni kell azzal, hogy túl nem látod, mi van mögötted. Régen még kötelező volt ilyen elegáns, irodai ruhában versenyezni, de szerencsére ma már azt veszel fel, amit szeretnél. Persze a sisak, a könnyökvédő és térdvédő kötelező. Lehet, hogy nem gondolnád, de ez bizony egy kőkemény, nehéz sport, és a nyári hőségben nem is szokták végigbírni. Tehát nem csak a szabály miatt váltják egymást, hanem konkrétan muszáj. Néhányan elszoktak indulni viccből, hát még szép én is elindulnék, de aztán mered közben rájönnek, hogy... Ez nem olyan nagy poén. 2019-ben már 10 helyen rendezték meg Japánban, de az isu verseny volt már Kínában és Malajziában is. Állítólag a Japán Irodaszék Versenyzői Szövetség, mert bizony ilyen is van, már szervezi, hogy lehessen verseny Amerikában és Ausztráliában is. A rendkívül kreatív japánunk tehát ezt úgy találta ki, hogy látott egy tricikli versenyt és szeretett volna ő is valami egyedit alkotni, Hát sikerült. Mára már tök népszerű van, hogy évente akár 20 versenyt is tartanak, és egy versenyen 50-60 csapat indul, ami ugye darabja három ember. Vannak emberek, akik több száz kilométert utaznak, hogy el tudjanak indulni, és hát mi a fődi 90 kg rizs. Csupasz, szőrös, nagy darab férfiak szorosan és csúszósan simulnak egymáshoz. Hogyha szerinted ez jól hangzik, akkor valószínűleg tetszene a ják-gúrez, vagyis a török olajbirkózás. És bizony ez a világ egyik legrégebbi sportja. Törökországnak van egy gazdag történelme, világhírű kulturális örökségei, és persze ez. Már 1346-ban is űzték ezt a sportot, a legenda szerint Szulejmán Pasa és 40 osztmán harcosban álló csoportja tábort vert Szamona nevű városban. És amíg itt voltak, egészen reggeltől estig birkóztak, ahol viszont sajnos történt halálos áldozat is. Ez volt a története annak, hogy hogyan született meg a Kirk Fesztivál. Ma már minden évben megrendezik, és sok férfi úgy gondolja, hogy harcba száll a bajnoki címért, hiszen ez ott egy eléggé menő dolognak számít. Ez a Kirk egy háromlapos esemény, és a birkózások előtt mindig van valami zenés, táncos felvonulás, amolyan karneválszerű. A legtöbbször itt a görög-bolgár-török hármas határ közelében Edirne városában szokták megtartani. A Bás Pekliván, vagyis az előző évi bajnok kapja a megtiszteltetést, hogy ő viheti a zászlót. Ezután tartanak egy koszorúzást, és ezzel tisztelegnek a régmúlt birkózói, meg a már elhunyt birkózók előtt. Nézzük meg, hogy hogyan kell játszani ezt az igen férfias sportot. Két módon lehet nyerni, az egyik az, hogyha valaki az ellenfelét úgy a földre küldi, hogy a hasa az ég felé van, a másik pedig az, hogy felemeli, és és pár lépést cipeli. Hogyha bármelyiket sikerül elérni, akkor van egy bíró, aki kihirdeti a győztest. És tudom, hogy nagyon izgat, nem kell megkérdezni, miért kenik be magukat olajjal. Nos, röviden azért, hogy mindenkinek legyen esélye, mert hát így csúszna. Így nehezebb megfogni, és még nehezebb megtartani a másikat. Így, hogy a mondjuk a két versenyző között elég nagy a súlykülönbség, akkor is inkább a technika számít, és nem az, hogy ki a nagyobb darab. Lehet, hogy itt a képek alapján már feltűnt, de szabályos a másik nadrágjában turkálni. Eléggé, hogy mondjam, figyelemfelkeltő taktika, de így könnyebben tudod a másikat kibillenteni az egyensúlyából. Azért itt sem lehet bármit csinálni, tehát a Tipi-tapi a szabály szerint nem oké, okay. nem szabad hozzányúlni a másiknak a péniszéhez, vagy nem szabad a segjukához se például. De egyébként tilos a másikat ütni, bögdösni, vagy beszólogatni neki, szóval, hogyha ott vagytok ebben az intim pillanatban, akkor sem szabad egymásnak anyázni. Hogyha pedig egészen véletlen valakinek a nadrágja lecsúszna, az azonnal ki lesz zárva. Tehát ami szabályos, az az, hogyha a másikat megfogják, kigáncsolják, fellökik, vagy felemelik. Na, azt akkor rúgtak már sípcsonton? Mert a legtöbbünket igen, és nem a legjobb érzés. De vannak, akiknek ez annyira megtetszett, hogy sportot űznek belőle. A sípcsonton rugás egy brit küzdő sport, és igen, pontosan úgy néz ki, ahogy elképzeled. A két versenyző megáll egymással szemben, megfogják egymást, majd megpróbálják ketté törni ellenfelüket az nyer, aki a földre küldi a másikat. És azt hinnéd, én legalábbis azt hittem, hogy ez ilyen skibidi toilet brain rot modern sport, de már 1612-ben is volt bajnokság. Szóval megnyugodhatunk, mert az emberek régen is hülyék voltak. 1951 óta van külön sípcsontó rugó világbajnokság, és jó hírem van, a jelentkezés ingyenes. De nézőként is tök fun lehet, minden évben több ezer embert vonz. A Cornwalli bányászoknak volt ez egyébként ilyen szórakozása, mert nem tudtak jobbat kitalálni, amikor volt egy kis szabadidejük, akkor egymás sípcsontó rugását játszották. De mások is meglátták a lehetőséget ebben, és a Lenkesíri városokban bevett módszer volt arra, hogy egy-egy vitát lerendezzenek a helyiek. No de ne rohanya ra mert a fogadást sajnos betiltották. Jó, rendben, ott rugdossai egymás két fél hülye, de hogy néz ki egy meccs? Először is ez a két Jenny feláll egymással szemben, és megfogják egymástak vagy a gallériát, vagy a vállát. Hagyomány, hogy a versenyzők ilyen fehér inget viselnek, mondjuk akkor már igazán lehetne külön kategória politikusoknak. Na és ezután elkezdik egymást rugdosni, a körnek pedig akkor van vége, amikor valaki feladja, vagy a földre kerül. Van egy játékvezető csak az ízek kedvéért, aki kihirdeti a győztest, és a meccs végén az nyert, aki 10 körből több pontot szerzett, de ma már csak három körös meccsek vannak. Néhány, fogalmazunk úgy, elég elszánt úriember acél betétes bakancsban indult el a versenyen. Mondanom sem kell ebből problémák adódtak, hiszen itt egy kis ügyességgel elég könnyen el tudott törni a másik lábát. Szóval ez ma már elég szigorúan be van tiltva, és a legendák szerint mások úgy készültek a versenyre, hogy kalapáccsal verték a sípcsontjukat. Miért? Hogy hozzászokjanak a fájdalomhoz. Manapság már ilyen lájtos verzióban nyomják, sima cipőben játszanak, és a nadrágjuk is kap egy bélést. De azért a mentők mindig ott vannak a meccsen. És végül a Quadból. Hát ez konkrétan Quidditch a Harry Potterből, és most lehet tömegesen leiratkozni, de én nem szeretem a Harry Potter. -t. A Quidditch az egy csapat sport, amit 2005-ben hoztak létre egy amerikai főiskolán. Kettő csapat van, mind a kettőben 7-7 ember, és egy téglalap alakú pályán játszanak, seprűnyélen ülve természetesen, egymással szemben, és az a célja a meccsnek, hogy a labdát átjutassák a védők karikáin. De közben arra is figyelni kell, hogy az ellenfél ne jutassa át a mi karikánkon. Lassan már ez is úgy túl van szabályozva, mint a forma 1. 10 szabálykönyvet adtak ki hozzá. 2007-ben rendezték meg az első Quidditch világbajnokságot, és 2014-ig pedig évente meg is rendezték. De ez igazából nem nőtte ki magát világszintre, ez ilyen Amerika szinten népszerű dolog, főleg amerikai főiskolák és egyetemek versenyeznek ebben, néha egy-két kanadai vagy mexikói benéz, de így Európában, Franciaországon kívül senkit nem érdekelt. Mármint annyira, hogy a világkupán elinduljanak, mert még magyar Quidditch Szövetség is van. Igazából ez a Quidditch-láz már eléggé elmúlt, és a világbajnokságot is csak két évente rendezi meg a Nemzetközi Quidditch Szövetség. Komolyan már mindennek van szövetsége. Viszont a quidditch felmerült kettő elég nagy problémája. Az egyik az, hogy Azért ez a Warner brothers a tulajdona, szóval ki tudja, mikor perelnek. A másik pedig az, hogy J.K. Rowling olyanokat posztolt Twitterre, ami egyesek szerint transzfób vagy homofób, ez pedig nekik nem tetszett. Szóval emiatt a két dolog miatt szerettek volna elhatárolódni a Harry Potter világától, és 2022 óta ez quadból néven ismert. Amikor az új nevet választották, akkor az volt az elsődleges szempont, hogy mindenképpen Q betűvel kezdődjön ez is. Ez volt a FUSP első része, következő részben találkozunk, na hello.